Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált. Az évről évre egyre több látogatót vonzó gasztronómiai rendezvényt Kistarcsa város polgármestere nyitotta meg. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a augusztus 20-ai Kistarcsai Kakasfőző Fesztiválunkon. A délelőtt folyamán már az ünnepi műsoron túl vagyunk, amelynek keretében átadtuk Kistarcsa megújult Szent Imre szobor környéki terét, amelyet várhatóan Szent Imre térnek fogunk elnevezni, amely azt gondolom, hogy minden generációnak tetszik, hiszen úgy a fiatalok, mint az idősebbek megtalálják a kellemes felüdülés helyszínét a megújult téren. Ezen kívül nagyon nagy öröm számunkra, hogy a kezdeti néhány csapat után idén, augusztus 20-án éppen 20 csapat jelentkezett, amelyek közül kettő technikai okok miatt sajnos le kellett, hogy mondja a mai részvételét, de 18 csapat részvételével, ami duplája a tavainak, el tudjuk indítani a nap második részét, amely a jókedvről, a barátságról és a gasztronómiáról szól, amihez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek. A zsűri tagjait a fesztivál házigazdája, Polgár Gyula mutatta be. Herzkő János mesterszakás, kérek egy kis tapsot is neki. Nem lesz részrehajlás. Ha jól sejtem, akkor német vendelni Mártika. Ő is megérdemli a tapsot. Már csak azért is, mert sokan ismerik a főszjét. Ugye, ha csak azt mondom, hogy a konyhán tetszett dolgozni, akkor mindenki tudja, hogy hova kell Mártikát helyezni. Ország Tibor helyett, most akkor mondom az Ország Tibort, mert Jegenyei urat már az előbb, tehát Ország Tibor, ő a társadalmi tagja ennek a zsűrinek. Egyébként ez mit jelent, hogy társadalmi tag? Semmihez nem ér, csak az ízekhez. De az fontos. Akkor Kereszti Feri barátunk, aki a Kike elnöke. Ilyen szerepkörben még nem láttam én Kereszti Ferit, de róla tudjuk, hogy egy nagyon szigorú ember, és ha valaki valami rosszat csinál, azt biztos, hogy ki fogja emelni. És akkor Jegenyei István, aki újonc Kistarcsán, de én már mondtam, hogy itt Pest megyében már mindenki ismeri, mint a rossz pénzt, tehát ő a Magyar Gasztronómiai Társaság elnöke, de a szabadtűzi lovagrendnek a tagja, és ez a medál, ez azt jelenti. Hát gratulálunk ehhez a lovagrendhez is. A megmérettetésben 19 csapat vett részt, többek között a polgármesteri hivatal, a kistarcsai rendőrőrs, a polgárőrség, a városi óvoda, a szlovák nemzetiségi önkormányzat, a Pannonia Néptánc Együttes, a vállalkozók baráti köre, a kistarcsai VSC és a Flór Ferenc kórház sebészeti osztályának főzőcsapata is. Az ünnepies megnyitóból az alaphangulathoz nélkülözhetetlen hagyományos koccintás sem maradhatott el. Nagy tisztelettel köszönöm ennek a sok csapatnak, hogy bevállalta a mai kedvezőtlen időjárás ellenére a megmérettetést. A programokhoz még egyszer nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, érezzék jól magukat, és én a magam részéről minden csapatnak drukkolok, és sok sikert kívánok nekik, kedves egészségükre! A város címerében központi helyen látható a kakas, amely nem elsősorban a mezőgazdasági múltra utal. Itt a kakas a napot, a születőfélben lévő szellemi fényt ábrázolja, melyet tudva levőleg kakas szó köszönt. A dal újra szól, nem látlak sehol. A bográcsok alatt pontban kettőkor lobbantak fel a lángok, melyel egy időben a fellépők sorát Kálai Szanders András nyitotta meg. Csak veled, ó, csak veled, csak veled.
szól, a dal újra szól. Egy őrült partiról, yeah. A szívem ritmus vált, rád hangol mindenhol, yeah. Hey, hey. Szárnyal a lélek, még újra élek minden pillantás, yeah. A polgármesteri hivatal dolgozói pörköltet készítettek 6 kakasból. Hát hagyományokra törekszünk mi mindig. Először is jó hagymás alapot készítünk, és 6 kakast főzünk. Ebben a vége felé, most már egy picit a reform felé is igyekszünk magunkat rátenni, és akkor zöldséges ragut teszünk, egy kis fehérrépával, sárgarépával, gombával és cukkinivel fogjuk megspékelni. Hány kakast készítenek, és ezek mekkorák voltak, mikor éltek? 6 kakast főzünk, ez körülbelül 4,5 kg, 5 kilós volt egy kakas, amikor pucoltuk, megmértük, körülbelül 1,60-1,70 kg dekás volt egy mell. Azt 6 felé kellett vágnunk. És a fűszereken kívül más is lebeg a víz tetején. Hát igen, ezt nem nagyon szeretnék elmondani, mert más csapat is elveszi az ötletünket, de ez már lehet, hogy csak egy kicsikét a mi megnyugtatásunkra van, parafadugot rakunk bele pont azért, hogy puhuljon a hús. Eddig mindig sikerrel jártunk, mert itt mindig időben megpuhult, az biztos. A díszítés fontos-e? A díszítés nagyon fontos, ugye egy étteremben is, még egy rossz ételt is azt szokták mondani, hogy el tudnak adni, hogyha szépen van körítve. És azért nagyon, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy azért ez mindenki úgy álljon hozzá, hogy azért tessék megnézni, nekünk nagyon szép az asztalunk, és igyekszünk mindenkit úgy kielégíteni, hogy az én megfelelő körítés is megkapja mellé. Aki úgy gondolja, hogy az ízletes étel után még tud enni, az mit tud elfogyasztani a polgármesteri hivatal sátránál? Desszertnek még szilvás mákos gombócot ajánlunk nagyon kedves vendégeinknek, amit még szívesen várunk bárkit. Nem csak a kakas mellé, ha bárki ide jön, mindenki szívesen egy gombóc erejéig megvendégelünk. A fesztiválra kilátogató ingyencek kóstolójegyet válthattak a kakasokból készült ételekre. Sajnos részrehajló voltam, mert az egyik kollégám és a szomszédja mindig részt szokott venni egy ilyen főzőversenyen, és hát hozzájuk kellett, hogy menjek. És azt hiszem, hogy nem is csalódtam benne a főzőkben. Elmondhatom, hogy kik ők? Ők, akik a bakonyi pörköltöt főzték. Nagyon-nagyon finom, mindenkinek csak ajánlani tudom. Családdal jött ki a rendezvényre? Hát gyakorlatilag a családommal jöttem ki, bár a szoros családom otthon maradt, meg nincs itthon. De azért a családommal vagyok, igen. Hogy érzik magukat a rendezvényen? Köszönjük szépen, igen, jól érezzük magunkat. A helyi Fidesz csapata idén gulyáslevessel nevezett a versenyre. Hát egy nagyon finom pörkölt alapot készítünk, és zöldséges lesz, tehát alföldi gulyás néven van, ugye? Mert az a zöldség akkor jön bele, mikor már a hús 3/4 puha, akkor a zöldség és krumplé. Voltak-e korábbi sikerek? Hogyne, első hely, második hely, külön díj, azért idáig sikerült, most nagyon szurkolunk, hogy ne maradjunk le. A kistarcsai vállalkozók baráti köre 6 fővel képviseltette magát a rendezvényen, titkos recept alapján 26 kg húsból készítettek tanyasi kakaspörköltet. Annak, hogy amikor elkezdtük ezt szervezni, ugye az elsőt, akkor pontosan hagyományteremtésnek szántuk ezt, hogy reméltük, hogy ez egyre tágabb körbe fog folytatódni. Tavaly még, ugye már kétszer, hogy első alkalommal 9 csapat volt, tavaly 15, ha jól emlékszem, most ugye 20 csapat van, úgyhogy reméljük, hogy az egyik legnagyobb rendezvényünk lesz szép lassan itt a Kistarcsán. A kistarcsai szlovák nemzetiségi önkormányzat a kakasból milyen ételt készít, milyen körettel tálalja? Fesztivál kakast készítünk. Ennek a
kakasnak, ami most itt fő, ez fesztivál kakas. A köret az sóba krumpli, sóba vízbe főtt krumpli, és nokedli. Hát nem tudom, hogy másképp, hogy galuskának is hívják, ugye? Én nokedlinak hívom, ez lesz a köret. A kakas azért fesztivál kakas, mert ez egy fesztivál. Mi nem akarunk nyerni semmit. A zsűri azt csinál, amit akar. Mi ide kijöttünk bulizni egy jót. Kakas fesztivál, kakast főzünk, fesztivál kakast főzünk. Voltak-e sikerek korábban már? Persze, mind a három kakas fesztiválon részt vettünk. Az elsőn is nyertünk egy gyönyörű oklevelet, be van otthon keretezve. A másodikon is nyertünk egy ilyen gyönyörű oklevelet. Azt is bekereteztük, reméljük, hogy most is kapunk egy ilyen oklevelet. Ezt is be fogjuk keretezni, ki fogjuk akasztani a falra, és nagyon örülünk, hogy ilyen jó társaságban lehetünk, komolyan mondom. A kistalcsai polgárőrség pörköltje a hagyományos fűszerek mellett szívvel, lélekkel készült. Ez a kakaspörkölt úgy készült, hogy alapba egy ilyen pörkölt alapon megcsináltuk a kakasusit, beletettük a babot, káposztát, ez egybe, és egy olyan jó két és fél órán keresztül főtt. Ezt igazán kavarni nem szabad, csak pörgetni az egészet, hogy ne süljön oda. Azon kívül más extra, csak szív meg a lélek, más nem kell bele. És majd meglátjuk, hogy tetszik a közönségnek. Szeretnénk a kistarcsaiaknak a volumenjét ezzel emelni, hogy mi is belemeztünk ebbe a dologba, mint kistarcsai polgárőrség, és szeretnénk egy olyan kaját csinálni, ami igazándiból kakasból nem annyira népszerű, mert ugye mindenki általában pörköltet csinál, szeretnénk volna valami extrát ebből a dologból. Kápolna utca csapata mivel nevezett be a versenyre? Egy bakonyi kakas főzünk medvehagymás galuska körettel. Önnek mi a foglalkozása, szakács? Szakács, igen. A szakmám szakács, bocsánat, tehát nem mindegy. 1985 óta nem dolgozok a szakmámban, csak különböző versenyeken indulok. Gyakorlatilag úgy gondoltam, hogy próbálgattam a kakasból főzhető ételeket, prototípusokat készítettem otthon, és túlnyomó részt azokra, amikre esett volna a választásom, azokhoz sütő is szükséges. Tehát mi, ahogy sütővel itt kint a prérin úgymond nem rendelkezem, ezért esett a bográcsra a választás, tehát a bogrács meghatározta azt, hogy milyen étel készíthető el, és levest nem akartam, pedig abból is csináltam egy prototípust, egy hajókonyha recept, egy káposztás babos, káposztás bableves kakashussal, de úgy gondoltam, hogy igazából a legjobb étel azok a pörkölt és ennek különböző válfajai. Tavaly például egy tanyasi kakaspörköltet készített jútturós kapros galuskával, és azzal lettünk elsők itt ezen a versenyen. Most úgy gondoltam, hogy ez a bakonyi módozat, ez egy gombás, nagyon kellemes ízű tejfélel behabart kakasétel, amihez egy saját magam által elkészített medvehagymás galuskát készítünk köretként. A kakasokat átlagosan 2 éves korig tartják, azután jellemzően selejtezik őket, melynek végállomása általában a konyha. A kakas húsa azonban ennyi idős korára meglehetősen keményé, rostossá válik, így a baromfi húsokra leginkább jellemző sütési célokra nem alkalmas. Cserébe azonban kivételesen ízletes levesek, pörköltfélék és párolt húsok készíthetők belőle, nem beszélve az olyan kuriózumokról, melyekért sok innyenc valósággal rajong. A kistalcsai Pannonia Néptánc Együttes a szerzetesek kakasát készítette el. Egy pannonhalmi recept, vörösboros kakasragú borókás áfonyával, borókás káposztával. Látta-e már a zsűri? Most látta a zsűri. Az egyik zsűritag 3-szor vett belőle. Remélem, hogy nem húzzák le. Kistalcsa alpolgármestere egyben a fesztivál egyik szervezője is volt. A harmadik kistalcsai kakasfőző fesztivál sikeresnek mondható. Milyennek a titka? Hogyan készültek erre? Hát igazából igyekszünk évről évre ezt a rendezvényünket is tovább fejleszteni. A kezdeti 8 csapatról ma már eljutottunk 22 csapatra, amiből 21 meg is jelent a rendezvényen. Itt a rossz időre való tekintettel egy csapat visszamondta, de lehet, hogy ők is otthon megcsinálják az ételt, úgyhogy lehet, hogy őket is le fogjuk zsűrizni. Én igazából én úgy érzem, hogy az embereknek kistarcsán egyre nagyobb igénye van arra, hogy itt helyben is jól érezzék magukat, és mi igyekszünk ezt az igényt
lehető legjobban kiszolgálni. Szerintem mind a kistarcsai napoknak, mind a Disznóvágó Fesztiválnak, mind itt a kakasfőzőnek ez a titka, hogy kistarcsán itt az elmúlt években sikerült, tehát kialakult egy olyan közösségi összetartás, hogy most már az emberek várják ezeket a közösségi rendezvényeket, tehát nem úgy kell őket kérni, hogy jöjjenek, hanem még ők szerveznek ismerősöket a környező településekről, és nekem ez nagyon nagy öröm. Tehát itt az elmúlt években talán én azt mondom, hogy persze büszkék vagyunk a beruházásainkra is, a fejlesztésekre, de az, hogy Kistarcsát itt az elmúlt években sikerült együtt közösen, itt a vállalkozók, a egyesületekkel, civilekkel, mindenkivel egy jó kis egységes csapattá kovácsolni, ez szerintem talán a legnagyobb eredmény. Most 3 éve gondoltunk egy merészet, hogy bár Budapest kellős közelségében vagyunk, és nyilvánvalóan az országos nagy nemzeti ünnep óriási ellenvonzerő, bár nem szívesen beszélek itt semmiféle ellentétről, hiszen egy a nemzet és egy az érdek, de megpróbáltunk azoknak, akik mégiscsak itthon maradnak, egy lehetőséget biztosítani a méltó ünneplésre, és ezt kiegészítettük egy gasztronómiai jellegű rendezvényel, amely azt gondolom, hogy általában az embereknek az örömére szolgál. Most az, hogy a kakas, az kézenfekvő volt, hiszen benne van a címerünkben, úgymond címerállatunk, és akkor ez így alakult, hogy a Kakasfőző Fesztivállal párosul az augusztus 20-a, és igyekszünk a látogatottság, illetve az érdeklődés függvényében egyre színvonalasabb műsort is szervezni, úgynevezett körítésként. És van saját tűzijátékunk is, amely én azt gondolom, hogy ha nem is veszi fel természetesen a versenyt a nagy tűzijátékkal a Dunaparton, de maradandó élményt és emléket jelent a helyieknek. Tavaly is nagyon tetszett a tavalyi tűzijáték, és nagyon megköszönték az emberek. Nagyon nagy örömmel mondhatom el, hogy úgy az intézmények, mint a civil szervezetek magukénak érzik ezt a rendezvényt, és nagyon nagy számban jelentek meg. Ez a 19 csapat, ez nagyon nagy élmény nekünk, hiszen tavaly mindössze 9 csapat volt még, tehát több mint a duplája, ha szabad így fogalmazni, az idei részvétel. És a sport és kulturális szervezeteken kívül baráti társaságokat is láttam, akik összeálltak. És hát természetes ilyenkor a választás közeletével, hogy a politikai pártok sem igen hagyják ki azt a lehetőséget, hogy találkozzanak ilyen oldottabb körülmények között a választópolgárokkal, és megpróbálják maguk felé édesgetni majd a szavazataikat. Nyilvánvalóan ez nagyon kulturált formában történik, mert itt nem engedtük sem a szórólapozást, sem az egyéb direkt politikai kommunikéket. Viszont az, hogy itt vannak és megjelentek, nyilvánvaló üzenet a polgárok számára, hogy a közelgő választáson melyik párt felé próbáljanak orientálódni. De még egyszer hangsúlyozom, mi ezt ugye nemzetünnepnek tartjuk most is a választás idején. Örülünk, hogyha az egész település összefog ebben a kérdésben, és kvázi egy emberként kiáll és megmutatja a tudását mindannyiunk örömére. A Kakasfőző Fesztivál délelőttjén egy ünnepélyes átadásra is sor került. Mi volt ez? Átadtuk az új Szent Imre Parkot, ami 2 részből áll, egy BMX pályából a fiataloknak, és egy új parkból, ami mindenkinek szól, szökőkúttal, padokkal. Tehát igazából én ott is elmondtam az átadón, hogy most igaz a parkot adtuk át, de valójában ez egy 4 éves folyamatnak a lezárása. Ugyanis amikor 2010-ben ismét megválasztottak képviselőnek, akkor nekem a nagy elhatározásom volt akkor, hogy a Csigáz és környékét rendbe tegyük, és ott egy olyan kis közösségi, 21. századi értelme vett közösségi teret hozzunk létre, amire igazán büszkék lehetünk, és akkor minden évben igyekeztünk a költségvetésből erre összeget biztosítani, fölítottuk a volt orvosi rendelőépületét, fölítottuk a Csigaházat, vállalkozók egyesületeket parkosítottunk, virágosítottunk, Kikével közösen a Szent Imre szobor környékét rendbe tettük, és most ugye a Batthyány utcában, meg a Deák Ferenc utcában a járdát megcsináltuk, a BMX pályát, az új parkot megnyitottuk, tehát igazából ez egy több éves folyamat volt, ami most zárult le, és én úgy érzem, hogy ennek eredményeként most ott született egy olyan közösségi tér, ami valóban mindannyiunké, kistarcsaiaké. Az Extrém Parkban mi mindent lehet birtokba venni, mik készültek el?
Ez egy klasszikus értelembe vett BMX-es gördeszka pálya, ami mindenféle szabványnak megfelel. Itt igazából az volt a cél, mert ugye sokan kérdezik, hogy miért a városközpontban csináltuk ezt. Igazából ez egy olyan sport, amit akkor vesznek igénybe, tehát ez tipikusan városközpontban van mindenhol. És éppen ezért, mivel nem volt korábban ilyen, a biciklisek, gördeszkások, lépcsőkön, járdákon ugráltak, és ebből már volt korábban baleset is. És igazából úgy gondoltuk, hogy azért ide csináljuk, ide készítetjük a BMX pályát, mert akkor ezt akkor használni is fogják a fiatalok. És én úgy érzem, hogy az eredményt elértük, hiszen a járdákon, lépcsőkön ismét a biztonságban járkált mindenki, és ők sincsenek veszélyben, miközben gyakorolják a trükköket. A beruházás a teljes egészében önerőből valósult meg, azért is húzódott egy éveken keresztül, mert a költségvetésből igyekeztünk mindig kigazdálkodni. Az összegek, azokat most azért nem mondanék részleteket, mert nem akarok téves információt mondani, ezek mind a honlapunkon mind megtalálhatók, tehát utána lehet nézni, teljesen nyilvánosak. Itt az nagyon fontos volt, hogy igyekeztünk arra törekedni, hogy ne egy nagy generál kivitelező céget bízunk meg a munkákkal, aki majd aztán ráteszi az ő x százalékos hasznát, hanem maga az önkormányzat szakembered, illetve jó magam voltunk azok, akik a beruházást végigkoordináltuk, és akkor igyekeztünk, amennyire a jogszabályok ugye engedik, a környékről, helyből bekérni az ajánlatokat a vállalkozóktól, és akkor így igyekeztünk minél olcsóbban, és minél gazdaságosabban megoldani. Tehát ez nagyon sok többletmunkával járt nekünk, de én úgy érzem, hogy így nagyon sokat sikerül spórolnunk. Voltak-e felajánlások ebben? Természetesen voltak, például ott a kis fahidat is felajánlották, de a kike ugye a munkát ajánlotta fel, hogy nagyon sokat éjjel-nappal dolgoztak azon, hogy a mozaik megszülethessen, akkor a szökőkútnál a kivitelező is olyan árat adott meg, hogy igazából, tehát nekünk volt erre egy keretünk, és ebbe a keretbe például a szökőkút nem fért volna bele, tehát végül is az is részben így egy támogató dolog lett, mert gyakorlatilag a kivitelező anyagáron vállalta el annak az elkészítését. Tehát akkor a virágosítás, ugye mindig a önkormányzat és a vállalkozók közösen állták, ezeket a növényeket együtt ültettük el az egyesületekkel, tehát így azért volt nagyon sok felajánlás benne. A délután folyamán a zenei aláfestést a kistarcsai rendezvények állandó szereplője, a Prestige Band szolgáltatta. Újra itt a nyár, hintalom sugár, a kemping elve vár, tárkarokkal csak is minket vár. Hadd költsen a robogódat, hadd vezessen le az utat, lenúszanunk az aranypartra, vár minket egy-két szuki baba, ne veszünk már jó ideje, jó lenne valami friss tízzene, zsebrádió. Gyere, gyere, Júli, lesz egy remek úli a kemping területén. Hatkor kezd a zene, halálítem, nem lesz a másik, csak az enyém. Egy kép én sem ismételem, élet ez a táncsúda reme. Hajoljuk őni, ne tét tovább, csavard le csípőd, úgy figurál. Mutassuk meg, mi az a sótörés. Mi az a sótörés? Ez a sótörés. Mutassuk meg, mi az a lábtörlés. Mi az a lábtörlés? Ez a lábtörlés. Taposd el a csikket. Jó, jó. Hajlítgass a térded. Jó, jó. Ereszkedj le hídba. Jó, jó. Jó. Egy lép is sem ismételem. Vélet ez a táncsú dereme. Hajod fülünk, ne tét tovább. Csavard a csípőd, úgy figurál. Jó. Yo!
Az öttagú zsűri 6 kategóriában pontozta a csapatokat, úgy mint a legjobb íz, a legszebben megjelenített étel, a legötletesebb recept, a legjobb hagyományos elkészítésű étel, a legjobb vendéglátás és összetett eredmények alapján a legjobb csapat. Nagyon érdekes volt, mert nagyon jó, sok jó étel volt. Hát mondhatnám, hogy 1-2, talán 3 volt, amit hát nem felelt meg. Volt, amíg elsószák, volt, amíg odakozmált egy kicsit, hát ugye az már nem jó. Aztán volt olyan, hogy hát kemény volt a kakas. Nem, de hát azért kapott ő is valami oklevelet, hogy mindenki kapjon, hogy a részvétele itt volt. De általában nagyon jók voltak az ételek, úgyhogy duskáltunk benne. A zsűri által megítélt díjakat Solymosi Sándor polgármester és ifjabb Juhász István alpolgármester adta át. Összes kategóriában elért összesített eredményeket tekintve a dobogó harmadik fokára állhat föl ezzel a teljesítményével, tehát harmadik helyezést ért el a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat csapata. Közeledés, gratulálunk! A fődi ezüstérmese, B. Braun Avitum ZRT csapata. Oklevelet átadja a polgármester úr, a serleget pedig a polgármester úr. Tehát első helyezést ért el, ilyen már volt egyébként, akkor is zengett a közönség, a polgármesteri hivatal csapata. Ennyit igazán megérdemelnek, ha már nyerték ezt a hatalmas nagy fesztivált, nem mindennapos teljesítmény. Szilárdi Lászlót, a rendezvény főszervezőjét a fellépők kiválasztásának szempontjairól kérdeztük. Igazából azt szerettük volna, hogy a retro az most egy elég nagy divat. Bárhol elmegyünk fesztiválokra, akár a Sziget Fesztiválra, az EFOT-ra, vagy a színre, mindenhol ezek a retro bulik mennek a legjobban, és úgy gondoltuk, hogy itt Kistarcsán is megpróbáljuk. Akkor a Bognár Szilvia Csinta Kerintővel volt itt, akik egy nagyon igényes gyerekprogramot adtak elő, illetve a Kálai Szander Szandrás az országos szinten népszerű, az Eurovízión is elég jó eredményt ért el. A hősök pedig a fiatalok számára egy nagyon kellemes repzenét játszanak. Önnek az a feladata, hogy összefogja az ilyen rendezvényeknek a szervezését, illetve főszervezője legyen, de mennyire partner ebbe az önkormányzat, mikor ön leadja az igényt, hogy ennek a rendezvénynek így és így kellene kinézni, ebből kellene, hogy álljon? A önkormányzat 100%-osan partner, és igazából a Városi Művelődés és Sportközpontra bízza azt, hogy szakmailag kit választanak kint. És még azt mindenképpen meg kell említeni, hogy ifjabb Juhász István alpolgármester úr, aki nagyon érzi azt, hogy milyen zenekarokat kell meghívni, ugyanis még ő is fiatal, és ő is látja, hogy mi az, ami úgy népszerű a Magyarországon, és hogy ő szokott még nekem segíteni ebben, és általában mindig jó tanácsot ad. A harmadik Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált látványos tűzijáték és egy fergeteges retro buli zárta, ahol a 90-es évek kedvenceivel bulizhattak a résztvevők. Fellépett a Cosmix, a Kerozin és a Happy Gang. Ez a Happy Gang Kistarcsán dúlja veletek a kezeket a magasba, és a tajam a szaj! Hip Hop Ray! Hip Hop! Hip Hop Ray! Hétvégén vacsát megyünk a helyette, de érte mindenféle gondba most a fejembe. Rejtőzünk a kertbe mind a tél előtt. Az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. Nekem nem kell már ennél több. Kistarcsán! Mikor, amikor, kor, a happy gang jön. A kezedet kérem a magasba, és a legnagyobb hangot. Kistarcsa jön, figyelj! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mondom, hogy hé! A szervezők tervei szerint több más gasztronómiai esemény mellett jövőre is megrendezésre kerül a Kakasfőző Fesztivál Kistarcsán. Kakasfőző Fesztivál Kistarcsán!